Öröcsik még, szépen ment el. Isznyér. Öröcsik nagyon nagy helyzetben, és ott a gól! Nincs les. Harmadik perc, megvan a vezet. Jára. Öröcsik. Technisch sehr begabter Spieler. Herrliche Flanke und Tor! 2:0 für die Ungarn durch Nilasi. 2:0 durch Nilasi. Flanke von rechts von Töricic. Abwehr wieder nicht aufgepasst. Und Nilasi abermals mit dem Kopf. Hier haben wir die Szene noch einmal. Töricic setzt sich gegen Oberhofer durch. Die österreichische Abwehr vermag Nilasi nicht abzudecken und es steht 2:0 für die Ungarn. Nilasi, slipping Koppel, Tarocic, Nilasi, it might come from Tarocic yet, but Mills is there, Sapo's there, Tarocic playing it across the goal again, and a beautiful goal for Hungary. Scored by Nagy. Dvorak. Töröcsik, előnyszabály, nincs talpalás, fekete, gólhelyzet, fekete, és gól! 39. perc vezet az Újpest, érthető fekete öröme. Az elmúlt 10 percben már följöttek a lilafehérek, nem csak védekeztek, Töröcsik remek labdát tesz vissza feketének, és mielőtt Vaclavisek becsúszhatna, az éles lövés a sarokban köt ki. Mazura. 2,5 perc a fél időből. Rotelmer fejjel. Bravo, még csak nem is szabálytalan. Tóth András, Tóth József és Kolár. Töröcsik. Szépen fedezi a labdát. Töröcsik. Remekül meglövi gól, de minden szép gól! Töröcsik! 2-0!
egy bedobás után Törőcsik nagyszerű cselsorozattal indul el, szépen fedezi a labdát, és amikor lőtávolba ér, jobbal 22 méterről megsuhintja, 2-0. Libordosek, Schumann, Brnói szöglet. Nem erősödő magyar fölény egyelőre, Törőcsik. Hey, de remek lövés! Martos! Micsoda tűzijáték volt ez most. Das ist Törőcsik, ein fabelhafter Techniker, der Kopf und Lenker der Mannschaft. Und er brachte eine große Leistung im Hinspiel. Wir wollen abwarten, ob er diese Leistung auch heute wiederholen kann. Sie sehen, zweikampfstark. Es ist noch alles drin in diesem Spiel, aber jetzt der Vorstoß. Tizenhat perce folyik a játék, Nyilasi jön át az ellenfél tér felére. Jó indítás, Tudasinak. Jó beadás, üres kapu, gól, Törőcsi. Torok, Marca Cacito, Bustai. Bien, la devolución para Toro. Ataca Hungría. Salguero la marca. Balón hacia el centro y gol. Gol del 9, Yolotti. Totalmente solo, alcanzó a cabecear. Gol de Hungría a los 13 minutos. Toro. Marca Cachito. Bustai. Bien, la devolución para Toro. Ataca Hungría. Salguero la marca. Balón hacia el centro y gol. Gol del 9, Yolotti. Tóth Jóska, és már lendül át a magyar akció. Pintér megy segíteni. Középütt is van egy tiszta ember, a fölzárkózó Zombori. Törőcsik. Gól, 2-0. Törőcsik. 18 perccel. Védelmi hiba is volt ugyan, de egy nagyon szépen futó magyar támadás végén következett be a gól. Itt van Zombori, aki nagyon jól játsza be, Törőcsik ügyesen lépett ki, nem volt les, ez már Rétó közelről jól látta. 2-0. Vázékas, hay peligro con los húngaros. Törőcsik, queda solo. Gol! Gol! Törőcsik! Nagy Antal pedig éppen keresztbe robogott. Törőcsik és Kisznyér a labda mögött. Törőcsik, Andrus. Hiába nyúl, Törőcsik góljával 1-0 arányban vezet az Újpesti Dózsa csapata. Én csak úgy, mint Andrus, úgy éreztem, hogy mellé megy a labda. Törőcsik nagyon-nagyon ravaszan pörgete, tessék nézni. Itt a lassítás. Éppen, hogy befért, nagyon szép feladrúzás. Törőcsik is oda kerül valahogy. Meg is kapja, meg is szerzi Törőcsik. Kisznyér, becselezte már magát a 16-osra. És 11-es Tétélpalotai játékvezető. Kis Sándor, nincs les. Kis Sándor, és 3-2. Micsoda fordulatok! Na magyar, ez jó labda. Törőcsik. Jó cselek, jó cselek, jó cselek, na! Törő! Jó visszaadás, hova rúgta? Magyar Pista, hova rúgta? Innen. Teljesen tisztáljon be a labda. Hát bizony. And if only he could have found Mariner, and he wasn't far from doing it, Mariner would have been in the clear. As it is, there's trouble. Torochik! And Clemens is out there! And it's a goal! It's Caraba, the defender, who's done it. And yes, when it looked as though England were breaking away,
There was a lovely little chip there by Turocic. Clemens came out, could only half save it. And in the end, it makes it 1-1. Fairly nerve and the move on. Müller. Bálintúzó di előre. Törőcsik elesik, Bálint remekül, Bálint! Gól! 1-1! Bravo Bálint, bravo! Törőcsik. Törőcsik belerohant az ellenfélbe, Grönlundba szabadba dugás emieink javára. Itt a helyzet, gól! Beadás nyomán kis Laci lehetett, hát na nézzük még egyszer. Szép gól volt, szép fejes, szép gól, csapó. Törőcsik. Szép labda, Fazekas, na rá lehet vezetni egy az egybe. Jó csel, bum! Bemba! 3-1. Jó a csel, szép palett, és egy jól ütemezett, jól időzített, és nagyon fontos rugás. 3-1 Magyarország javára. Na, felező van arról, túlról indulatot van a Törőcsik, hanem a hátával veszi le a labdát. Nem lett volna les. De hát még így is lehet belőle. Valami kis, teljesen egyedül. Lövés, Laci. Gól! 4-1. A keresztező játékos mellett. Tóth Józsefnek vissza kell jönni. Törőcsik Steiner a nyomában, a sarkában, szó szerint. Nagyon szép csel után Törőcsik be lehet adni, András, még nem, még egy csel. Kis Sándor, és gól! De szép gól volt! Ej, de gyönyörű dolog volt. Törőcsik két csellel beültette a hintába, tessék nézni. Szó szerint beültette a hintába Steinert. Lassításban egy csel. Még mindig nem volt jó a beadásuk, a pozíció. Itt már igen, jobb lábon, Kis Sándor nagyon szépen érkezik. A földről fölpattan a labda, 1-0 az Újpesti Dózsa javára, az első félidő 38, pontosan a 38. percében. Foran med 1-0 her, hvor der er spillet 11 minutter anden halvleg. Det er Tøtetik, der stikker bolden ind nok til Kis. Og så prøver at se, hvor spidsvinklen er. Men hullet ved siden af Ole Kjær er der. Der er ellers blevet dækket op nu inde på midten. 1-0 til Ungarn efter 11 minutter. E siamo al 25esimo del primo tempo, ancora un'azione impostata sempre da Toroshik. Mette in azione il movimento, ecco Toroshik che mette la palla quasi sul piede di Kish, perché è pronto Sándor Kish a riprendere il tiro di Toroshik sulla traversa. Non è un vero e proprio assist, ma chiaramente gran parte del merito del gol va ancora una volta a Toroshik. Ecco la sua azione, il tiro, la traversa, prontissimo Sándor Kish interviene, realizza. E siamo al 25esimo, 2-1, al 35esimo, azione quasi simile, vedete che il contropiede ungherese è micidiale, ancora una volta impostato su Toroshik, e ancora una volta è Sándor Kis che concretizza. Terzo gol, 35esimo del primo tempo, in 35 minuti sono stati realizzati i 4 gol che hanno deciso il risultato. Újpest batte Göteborg 3-1, passa la formazione ungherese. Micsoda hideg vér.
che ha perso per 3-1 contro la formazione ungherese dell'Újpest di Dosha dopo il pareggio all'andata. Attenzione a questa azione di Toroshik che imposta l'azione e poi la va a concludere in gol al terzo minuto del primo tempo. Numero 9 Toroshik è uno degli elementi determinanti di questa vittoria della squadra dell'Újpest di Dosha, uno dei giocatori di maggior prestigio del calcio ungherese insieme a Nilasi. Ancora rivediamo l'azione impostata dal 9 Toroshi e conclusa dallo stesso Toroshi sull'uscita del portiere 1-0.